Köszöntöm kedves nézőinket! Helytörténeti sorozatunk mai epizódjában az 1956-os emlékhelyet mutatjuk be. Újpesten több közterület, emléktábla, emlékhely is őrzi az 1956-os forradalom újpesti áldozatainak emlékét. Az egyik ezek közül a Görgei utca és a Bercsény utca sarkán lévő 56-os emlékkő. Mikor állították ezt? Ez egy viszonylag új keletű emlékhely. 1996-ban a forradalom 40. évfordulója alkalmából állítatta Újpest önkormányzata. Ez a terület a lakótelep építések során tulajdonképpen egy kihasználatlan üres telekké vált. Egy füves terület volt, amelyet nagyon szépen hasznosítottak azzal, hogy ott kialakítottak egy kis pihenőt, egy teret a kő köré, ami tulajdonképpen lehetőséget ad arra, hogy ott leüljenek, beszélgessenek az emberek, és még a meglévő régebben az átalakításokat túlélt fák mellé még 40 fiatal csemetét is ültetett az önkormányzat, a 40. évfordulót jelképezve, illetve tulajdonképpen az emlékmű megemléket állít az 56-os forradalom eseményeinek. 1996. október 23-án avatták az emlékkövet, és azóta is rendszeresen koszorúzza az önkormányzat, kétszer is egy évben, nem csak október 23-án, hanem augusztus 5-én is, amely a forradalom mártírjainak emléknapja Újpesten, ugyanis ezen a napon végezték ki Kósa Pált, az Újpesti Forradalmi Bizottság elnökét, és ezt a napot választotta Újpest önkormányzata az emléknappá. Úgyhogy ez alkalommal augusztus 5-én mindig megkoszorúzzuk az emlékművet. Az 1956-os forradalmi szabadságharc eseményei mennyire érintették Újpestet? A gyárakban, hát lévén munkáskerület, tehát a gyárakban munkástanácsok alakultak, mindenütt átvették tulajdonképpen a gyárak cégek vezetését, megszervezték a belső ellátást, ezt már a forradalmi bizottság végezte, és tulajdonképpen nem is annyira a harcok, mint az élet teljes átalakítása zajlott Újpesten. Természetesen részt vettek azért a belvárosi eseményekben, mert kezdeményezték Mindszenty bíboros kiszabadítását a fogságból. Tehát egy csomó olyan, nyilván az országos, illetve a fővárosi eseményekhez kapcsolódó tettük is volt az itteni forradalmároknak, amelyek nem csak a Újpestre korlátozódtak. De itt azért azt hiszem, hogy az egyedisége, a nagysága abban nyilvánult meg a forradalomnak. Nem állították le a munkát. Nyilván a tüntetések után újraindították a gyárakat, nem hagyták, hogy a dolgozók ne juthassanak bérhez, élelem beszerzést indítottak, megszervezték, hogy vidékről az éhezők számára, vagy az ellátatlanság miatt ugye a tüntetések és az egyéb akadályok kivédésére megszervezték, hogy kenyér, élelmiszer került a piacra, tehát gyakorlatilag olyan belső szervezést indítottak meg Újpesten belül, amely egy picit megpróbálta enyhíteni nyilván a forradalommal kapcsolatban leállt tevékenységek káros hatásait, mert hát azért a lakosság számára az ellátást biztosítani kellett, és tulajdonképpen igazán nagy harcok nem voltak. Igaz, hogy hát nyilván amikor a szovjet hadsereg bevonult, akkor azért egy-két helyen károsodott, például itt a szomszédban a Könyves Kálmán gimnázium épülete is, természetesen, de hát azt hiszem, hogy ennek a káron kívül inkább a helyi lakosság megfélemlítése volt a célja.